Tehát ez nem egy valódi prezentáció igazából, ez csak olyan kis alátámasztás, mert amit mondani fogok, az inkább ilyen publicisztika jellegű. Egyszerűen nem tudtam ellenállni a PowerPoint csábításának. Két évente egyszer kell majd prezentációt csinálnom, de hát ez egyszerűen imádom ezt a programot. Tehát amióta rájöttem, hogy a írógép hangeffektel, meg a kis animációval lehet a jogi eseteknek a főcímét imitálni, hogy felperes kijelentő, az alperes idő, azóta nem tudok tőle szabadulni. Na, tehát ez a dolognak a címe. Igazából, mint mondtam, ez egy publicisztikusabb gondolkodás, nem lesznek benne táblázatok, meg nem lesz benne mindenféle ilyen corporate bullshit, hogy mi vagyunk a nagy sajt, a többiek a kis sajt, meg így megy fölfelé a grafikon, meg úgy megy lefelé. De egyszerűen csak néhány mondatban alá megpróbálom alátámasztani azt a nehezen hihető dolgot, amit mondok. Ez a kicsit, hát hogy mondjam, ilyen újságosabb cím, ez tulajdonképpen azt a prózai állítást takarná, vagy prózaibb valódi címet, igen, sikerült elértetni, nagyon jó. Tulajdonképpen így lehet ezt lefordítani magyarra, lesz-e újságírás 2021-ben, de akár írhattam volna 2015-öt, 2016-ot is. És hogy a korszellemnek megfelelően le is spoilerezzem ezt a dolgot, a válasz az, hogy nem. Ami talán kicsit meglepő, mert azt szoktuk meg inkább, hogy mindenféle konferenciákon, amikor egy internet útjában álló valamilyen iparág képviselője beszél, akkor vadul szokta bizonygatni, hogy ő miért lesz itt még 10 év múlva is, meg 15 év múlva is. Én azt gondolom, hogy talán jobban járok akkor, hogyha arra válaszra készülök föl, hogy újságírás nem lesz 10 év múlva, nagyon sok jele van annak, hogy már ma sincs. Lehet ezt sok oldalról megfogni. A legtriviálisabb közelítés aztán az üzleti modell kérdése. Ezzel van tele gyakorlatilag a világsajtó, ezzel vannak tele különböző websájtok, mindenféle konferenciák. Ugye válságban van a sajtó üzleti modellje, mint Kate Moss, ugye, aki szintén egy híres válságmodell. Miért van válságban? Hát nagyjából azért, mert egyelőre nem tudja senki, hogy ki az Úristen fog fizetni azokért a tartalmakért, amelyeket a különböző hírgyárak, tartalomgyárak előállítanak, és itt nem csak a printről van szó, ugye a print hírújságírást azt már halottnak tekinthetjük, de akár az online modellben is ugye vannak problémák, és meglehetősen tanástalanul nézik egymást a szereplők. Az üzleti modellel kapcsolatban eszembe jut még egy dolog, mert hát egy viszonylag gyakran emlegetett kifejezés, és hát aki volt esetleg mobil konferencián ott a Vörösmarty téren, attól elnézést kérek, mert ott ezt elmondtam, hogy ott próbáltam ezt improvizálni, de azóta kicsit kidolgoztam, hogy hát ez az üzleti modell kérdés, ez lehet, hogy egy fontos kérdés, de van ezzel kapcsolatban nekem egy ilyen ellentörténetem. Ugye én 1993 óta foglalkozom valamilyen formában internettel, újságíróként, majd később 95-től már ugye bekapcsolódtam az internettől szerkesztésébe is, tehát akkor már benne voltam az online bizniszben, úgyhogy az elhanyagolt külső meglehetősen hosszú online hisztorit takar. Tehát azóta számtalan alkalmam volt ugye összetalálkozni az iparág bizonyos képviselőivel, akár printmédiából, akár televízióktól, mindenféle konferenciák, mert talán 98 óta voltak ilyen workshopok, konferenciák, tanácskozások, ahol mindig ott ült hagyományos, hogy mi is az online, de ugye ott ültünk 98-ban még internettóként, volt 10-15 ezer látogatónk, volt egy pár forint árbevételünk, fizetés senki nem vitt haza, és ott ültünk a konferencián, néztünk egymást, és mondták ugye a hagyományos médiások, hogy hát jó, ez az internet, meg olyan érdekes dolog, de hát hol az üzleti modell? És hát széttártuk a kezünket, hát az Úristen se tudja, hol az üzleti modell.
Néhány év múlva már az index.hu-t ugye elkezdtük 98-ban, vagy 99-ben, és hát volt már 50 millió forint ilyen mindenféle kisbefektetőktől, volt már néhány emberünk, voltunk egy tucatnyian, már pár forintot is vittünk haza, árbevétel nem nagyon. Ott ültünk meg a konferenciákon, hagyományos sajtóból, hogy hát gyerekek, nagyon szép ez az internet, meg egyre többen használják, meg nagyon örülünk, de hol az üzleti modell? Eltelt megint két év, internet boom, majd ugye dotcom crash, volt már 3 millió dollár pénzünk az indexben, befektetők ugye beleraktak, volt már pár 10 millió forint árbevételünk, megint ott ültünk a konferencián, megint jön, üzleti modell, hogy van, hát üzleti modell, nem tudjuk. És ez azóta így megy minden évben. És most is ott ülök a konferenciákon, egy 10 milliárd forintos cégcsoportban, és azt mondják, hogy hát jó, jó ez az internet, de hol az üzleti modell? Továbbra sem tudom, hogy hol az üzleti modell, de most már nem is érdekel. Mi történt? Mi az, ami okozta ezt a modellválságot? Hát nagyon egyszerű dolog. És itt van most az a mondat, amit nagyon örülök, hogy ma elmondhatok, mert minden konferencián szoktam hallani, és mindig arról álmodtam, hogy egyszer majd én mondhatom el. Az internet ma már hétköznapjaink részévé vált. Ezt 1993 óta minden konferencián hallom ezt a mondatot. Muszáj. Tehát egyszerűen az történt, hogy ugye az internet az kezd úgy működni, ahogy azt megálmodták. Ahogy azt megálmodta akár a Berners-Lee, akár a Vannevar-Bush jóval korábban, akár a Ted Nelson, akik ugye az egész hipertextes világnak az alapkoncepcióját képzelték el. Az, hogy óriási mennyiségű, hát az előbbi előadásban azt hiszem, hogy rengeteg adatot láthatott mindenki arról, hogy ugye milyen népességgel, meg milyen forgalmakkal jellemezhető a dolog, nem kell ezt tovább ragozni. Lényeg, hogy egyszerűen működik az, hogy tartalmat állítanak elő, és tartalmat fogyasztanak óriási mennyiségben az emberek is óriási mennyiségűek és a tartalom. Na most ebben a dologban ugye a terjesztési csatornák milliói vannak, és hát a pénz meg ugye nyilvánvalóan véges, amit el lehet költeni, nem kell hozzá ugye matematikus diploma, hogy az ember kikövetkeztesse, hogy valószínűleg az egységnyi tartalmakra jutó pénz az fogyni fog, addig fog fogyni, amíg el nem fogy egészen. Talán még egy... Igen, az internet immár. Igen, hát és a kedvencünk, ugye szintén minden konferencia kötelező tartaléka, vagy tartozik a long tail ábra, ami... Hát erről beszéltünk, ugye, hogy a tartalom aprózódik, óriási mennyiségben, stb. Nem ragozom. Gyakorlatilag ezek a technológiák, amit én, hát most szoktak web2-ként emlegetni, mit tudom én, ma már szerintem azt mondhatjuk, az internet valódi infrastruktúrája. Tehát a Google-t, a Facebookot és a Facebookot egy kicsit máshogyan, és ez mondjuk itt egy Google rendezvény nyilván népszerű kijelentésén egy jóval kevésbé hasznos eszközének tartom, de hogy ezeket én mind, vagy úgy szerintem az a lehető legjobb terminológia, hogyha az internet infrastruktúráját, valódi infrastruktúráját nevezzük, tehát hogy ez elkezdett működni, és ugye megfelelő hatékonysággal össze tudja kötni a különböző szereplőket. Na most ebben a helyzetben ugye az a fajta tartalomszolgáltatási modell, ami mégis ilyen hírgyárokban, meg, hogy mondjam, professzionális információgyűjtő és szétosztó rendszerekben gondolkodott, ezeknek láthatóan minden jogosultsága kezd, vagy minden létjogosultsága kezd megszűni. Az újságíróknak az a fajta információs monopóliuma, ami ezt a szakmát jellemezte, meg eltartotta, meg létrehozta egyáltalán, ez gyakorlatilag megszűnt. Hát nem akarok erről ugye hosszú sztorizgatásokat itten mesélni, vagy nem akarok hosszan sztorizgatni erről. Hát tényleg egy 91-es vagy 92-es
képet egy magyar szerkesztőségben el lehet képzelni, ahol a telexgép kattogott a sarokba, és ami azon jött, MTI, TASZ vagy Reuters, az volt a hír, és aki ott ült mellette, az előbb tudta, mint bárki más az országban. Hogy ma ez mennyire másképp van, azt meg nem kezdem el magyarázni, itt nyilván minden előadásban valamilyen formában benne volt. Egyszerűen nem akarok ennek a társadalom filozófiai vonalába se belemenni, egyszerűen a köztes ember, a middleman, az újságírónak a létjogosultsága ebbe a struktúrába szerintem már régóta kérdéses. Egyébként hozzáteszem, és itt csúszik át a dolog a másik, egy még érdekesebb dimenzióba, van egy másik ilyen middleman osztály, mégpedig a politikusé, amelyik megint csak furcsán érzi magát ebben az új helyzetben. Ez látszik gesztusaiban a magyar médiatörvényben, vagy látszik ugye a kitűnő francia miniszterelnök, hogy a franciák különösen sikeresek ebben az internet dologban, és rettenetesen frusztrálja őket ugye az angol száz dominancia, mindig nagyon jól nyúlnak ehhez a témához, nagyjából, mint az országhatárokhoz. Tehát, hogy ugye a Sárközinek a megnyilatkozásából is látszik ez, tehát annyi helyen lóg ki a lóláb az egész sztoriból, hogy annyira érzik a fenyegetettségüket ebből az irányból, hogy azért csak mi vagyunk ám a legitim hatalom, aki megmondhatja, hogy mi az erkölcsös, mi nem, és nehogy azt higgyük, és hát ezért képes volt ugye összehívni a világ nagy internetes cégeinek vezetői, de mondom, ebbe a részébe sem biztos, hogy nagyon mélyen vele kell most menni, végülis nem erről szól ez a prezentáció. Az a lényeg, hogy ugye azt látjuk, hogy bizonyos újságírói műfajok, bizonyos újságírói tevékenységeknek az értéke tart a nullához. Évszázadokon keresztül az újságíró alap tevékenysége az volt, hogy különböző eseményekről tudósított. Különböző értesüléseket megírt. Ezeknek, különös tekintettel az esemény tudósítás típusúaknak, értéke a mai információs térben gyakorlatilag a nullával egyenlő. Azt a folyamatot látjuk éppen például én csinálom végig az Index főszerkesztőjeként, hogy a vélemény műfajok is ide tartanak. Tehát az Indexben konkrétan ugye a blokkú előretörése, hogy a blokkúnak a látogatottsága már meghaladja az Indexét, mint a nyalapét. Hogy egy-egy közéleti témában, amire egy újságíró magához tudna térni, kim van négy bloggernek az álláspontja, vagy így van megírva, vagy úgy van megírva, vagy ebbe az irányba elfogult, vagy a másik irányba elfogult, de igazából ad az olvasónak egy olyan képet, amiből ő egyrészt ki tudja választani a számára a legmegfelelőbbet, vagy valamilyen módon azért orientálja a témában. És persze lehet mondani, hogy egy újságíró esetleg írna egy kicsit átgondoltabbat, kicsit jobbat, egyébként meg nem írna, az egy másik kérdés. De hát amire ugye ő előkapná a klaviatúráját, addigra már régen lecsengett a dolog, és tulajdonképpen teljesen értelmetlen bekapcsolódni ebbe a dologba. Hogyha a tudósítás és a publicisztika értéke nulla, még van egy rosszabb hír, hogy ugye a szerkesztés maga is kicsúszik a professzionális csoportok kezéből. Hát rosszabb hír, egyébként nem rosszabb hír, nyilván aki ebből él, annak rossz hír. És ugye megint csak egy mindenki által ismert jelenséget írok körül, ugye mindenféle hát személyes hálózatokon keresztül szűrődik a tartalom, ahelyett, hogy azt különböző szakemberek állítanak elő, és nem járunk vele rosszul. Szóval én Twitteres követetjeim, Tumbleres követetjeim, Facebookos is, mert mondjuk az kevésbé, bőven megszűrik úgy számomra a tartalmat, hogy úgy tudom érezni, hogy semmilyen hát fontos dologról nem maradok le. Ugye ebben a struktúrában nyilvánvaló, hogy a hirdető is, és az előző előadás meglehetősen hosszan szólt erről, és az utolsó néhány példa pedig konkrétan arról szólt, hogy a hirdető is közvetlenül megtalálja az utat a fogyasztóhoz, nincs szüksége arra, hogy médiafelületeket vásároljon, nincs szüksége arra,
hogy óriási pénzekkel ugye gyakorlatilag finanszírozza a tartalomgyártást. Hát itt vagyunk a modellválság közepén. Ugye ez az a jelenség, ami minden hasonló forradalom esetén elő szokott állni, hogy ez a bizonyos forradalom szépen lassan bezabálja a saját gyermekeit. Ugye ez egy újabb festménynek a része, az a Kronosz, ugye a híres gyerek zaváló, amit a görög mitológiában éppen fogyaszt valaki. A New York Times ugye nem kis kajánsággal, vagy hogy mondjam, ilyen kárörömmel szokta idézgetni Chris Anderson és a Wired esetét. Ugye a Chris Anderson, hát egyrészt nagyon okos ember, ilyen előadásokat 50 ezer dollárért tart általában, és egy hónapban 10. Fizikus egyébként, a Wired magazin főszerkesztője, és hát a Wired az egész internetes kultúrának a kultusz magazinja, első számú szócsöve, nem tudom, még mindenki tegyen hozzá néhány ilyen jelzőt, otthon házi feladat. És miközben a Wired éveken át hirdette a nagy internetkorszak eljövetelét, maga Anderson, ugye a Longtail nevű nagy esszé szerzője, illetve egy egész könyv szerzője, jövendőlte azt, hogy a gazdaságot hogyan fogja átalakítani ez az egész jelenségcsoport, egy dologról feledkezett el, hogy ez őket is gyakorlatilag tönkreteszi. Ugye a Wired hirdetési bevétele egy év alatt felére esett vissza 2009-2010-ben, nem tudom, melyiként a 2010-es számok, ugye nyilván még nem jelentették le, vagy én nem láttam, de 2009-es azért brutális, brutális visszaesés. Szóval a forradalom fölfalja gyermekeit, slide-ot, ezt jelenti, ők egyébként Chris Anderson, és ugye a nem ezt akartam, ez sokkal jobb. Na, szóval ebben a helyzetben ugye mindenféle elkeseredett akciókra szánták el magukat. Modell túl, vagy össze-vissza beszélek már, tényleg ez a modell az agyomra fog menni. A média tulajdonosok, közismert Rupert Murdoch kísérlete, ugye amit én egyébként nem is értek, pedig valószínűleg Rupert Murdoch valamivel jobban ért a pénzhez, mint én. De ugye Rupert Murdochnak volt az a kísérlete, hogy a híres Google bojkott, hogy ugye kivonja a szájtjait, a News Corp szájtjait a Google News, a Google News-ból, és hát így próbálja majd fizetésre ösztönözni a saját fogyasztóit. Óriási beégés, óriási beégés. Tehát nem akarom megint a számokat átismételni, szerintem mindenki hallotta már ezzel helyen, hogy a Sunnal mekkorát hasonlítottak, amikor ilyen fizetős modellre akarták átállítani. És hát több hasonló példát is lehet mondani. Ugye a másik nagy ilyen mostanában nagyon divatos hát menekülési útvonal, vagy nem ennek kellett volna jönni, ennek kellett volna jönni, ez a kedvencem. Na, szóval, hogy a másik nagyon népszerű menekülési útvonal, nem menekülési útvonal, inkább valamiféle remény, főleg a hagyományos nyomtatott sajtótermékeknél az iPad. Ugye az iPad is gyakorlatilag két hónap alatt kiderült, hogy szó sincs arról, hogy ez bármiféle megmenekülést jelentene a nyomtatott piacnak. Az emberek iPad-en sem hajlandók fizetni azért a tartalomért, amihez ingyen hozzáférhetnek bárhol. És itt nem az a kérdés, hogy átneveljük őket, vagy most akkor mindent fizetőssé teszünk, vagy nem. Ezekkel a módszerekkel biztos, hogy nem lehet semmire menni. Bocsánat, még van egy ilyen bravúros effekt is, hogy az át fogja húzni. Igen, gyönyörű. Hogy egyszerűen az egésznek van egy közgazdaságtani alapja, vagy egy nem is mondanám közgazdaságtannak, mert az már túl nagy képű. Amiből sok van, az olcsó. Most
hírből, meg hírtartalomból annyi van, mint a nyű. És elő fogják állítani, akár a fejére áll a kiadóipar, akár brékelni kezd, fejen forog, bármit csinál, elő fogják állítani civilek, lelkes, de meghasonlott profik, mit tudom én, valaki elő fogja állítani, egész biztos. Teljesen fölösleges ilyen menekülő útvonalakat keresni, mint amilyen a Murdoch, vagy mint amilyen az iPad, vagy mint amilyen ez az iPad út. Az iPadnél ugye ráadásul az is bekavar, és ez is egy nagy kihozanodás volt, rá, a Financial Times esete az Apple-lel, hogy bizony ezt nem adják ingyen. Tehát, hogy az Apple meglehetősen, hát hogy mondjam, finoman, keményen tárgyal ezekben a kérdésekben, és keményen védi a saját érdekeit. Például a Financial Times esetében ugye az volt a sztori, hogy egy iPad-en előfizető embert, azt az Apple a saját előfizetőjeként kezel, és nem adja át az adatait a Financial Times-nak. Arra azt mondja, hogy ezt kérem szépen egy Apple Store ügyfél, ez nem a Financial Times ügyfele. És ráadásul levesz egy baromi nagy marzsot az előfizetési díjból, szegény FinTimes-nak nem nagyon maradt semmi, nem is lett a dealből, én úgy tudom végül. Már nem tudom, hogy áll. Egyébként az előző szlájdon ez az úriember, ez egy, nem tudom, hogy melyik fugger, azt hiszem, hogy Anton, valamelyik fugger a 15. századból, 15. vége, 16. eleje. Mert hogy az újságkészítés az valahova oda gravitál vissza, ahol a fuggerek idején elindult. Fuggerek idején az első napilapok akkor keletkeztek, és ezek kereskedelmi hírlevelek voltak. Tehát olyan tartalmak, amik azt ígérték a felhasználóiknak, olvasóiknak, hogy annak segítségével azonnal pénzt tudnak keresni. Tehát aki azt megvette, olyan kereskedelmi információkhoz jutott, amiből valóban pénzt tud keresni. Ugye azt látjuk ma, hogy azokat a tartalmért továbbra is lelkesen és önként fizetnek a felhasználók, amelyek a pénz keresetet azonnalra ígérik nekik. Tehát Wall Street Journal nagyon jól áll, FinTimes egyébként elég jól áll. Nekünk cégcsoporton belül ugye ott van a Portfolio.hu, ami szintén nagyon jó eredményekkel működik. Tehát úgy tűnik, hogy ez például ez a vonal ez megy. Ugye mi lesz, tehát milyen menekülési útvonalakat lehet mégiscsak felfedezni, vagy egyáltalán milyen vonal felé mozdul el ez az egész, vagy pedig csendesen elhal, úgy ahogy volt. Ez a slide, ez két emblematikus figurát mutat azokból a könnyűzenei előadók közül, akik azt a bizonyos új gazdasági szerkezetet, ami ellen kézzel lábbal tiltakoztak a nagy kiadók, és tiltakoznak a mai napig, nagyszerűen meglovagolta, és elképesztő hatékonysággal tudta készpénzre váltani. Ez ugye magyar vonalon a Rebecca Black mögött látható Flór Tomi, aki rendkívül ismert és népszerű előadó lett pusztán a saját kis internetes videójának a segítségével, illetve akár barátját, SP-t is oda sorolhattam volna, illetve hát a Rebecca Black jelenség is nyilván itt van, de akár a népszerű Lady Gaga-t is ide lehetett volna rángatni, aki szintén nagyon lukratív bizniszeket tud futtatni abban a környezetben, amiről kiadói vezetők ezrei elmondták, hogy így nem működhet. De működik. Teljesen másképpen működik, máshol kell megkeresni a pénzt, de működik. Tehát a kiadói ipar példája az egyébként a médiacégek számára is, hát hogy mondjam, biztos, hogy példával kell, hogy szolgáljon. Az egyik példa az az, hogy vége szerintem a nagy cégek és óriási hírgyárak korszakának, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy ennek akár vége szakadhat. Nagyon spártai modellekben lehet gondolkodni. Ugye már az újságíró szakma be is vezette a Newsonomics fogalmát, tehát
a költségtudatosság és a takarékosság a napi hírek szintjén kell, hogy benne legyen a működésben. Nagyon spártai módon, nagyon kevés költséggel működő, nagyon sikeres médiavállalkozások vannak, például a Goker Media ilyen, amelyik a New York Times költségeinek szerintem körülbelül az 1%-ával tudja mondjuk az 1/3-át előállítani látogatottságban, és nagyon nyereséges újság. Tehát vannak azért sikeres kísérletek. És még egy nagyon fontos dolog, és ezzel be is fejezem, ez a magyar piacon különösen jellemző, és biztos, hogy ez a struktúra tovább nem tartható. Kialakult egy olyan fajta lánckereskedelmi struktúra, amiben ügynökségek, online ügynökségek, sales house-ok, mit tudom én, mik ékelődnek be, tehát 100 forintot elkölt a nyomorult hirdető nagy nehezen valahol interneten, és a végén a tartalom előállítójánál lecsapódik 25 forint, jó esetben 30. Ez biztos, hogy nem fog menni. Ennek nagyon gyorsan véget kell vetni, különben egy olyan fajta lehúzó spirálba megy bele az egész iparág, mint ahogy például a rádiós piac is belement. Én azt mondom, hogy a helyzet az nyilván nem egyszerű, de mindezekkel a tudásokkal, figyelve a kiadóiparban lezajlott eseményekre, a Newsonomics folyamatos fejben tartásával, tehát azzal, hogy nagyon-nagyon figyelni a költségeket, olyan modelleket kell kialakítani, amiben felhasználói tartalom, saját tartalom, agregált tartalom egybegyúrva létezik és kiadhat egy költséghatékony kevercset. Ezekbe az irányokba biztosan lehet menni majd, talán 2021 után is, de az biztos, hogy az újságírásnak a ma ismert formájában vége van, nyugodtan el lehet akár temetni. Köszönöm szépen!